Nézd, én csak megpróbálok igazságot tenni ezzel az irodalmi remek művel, amit a kezembe adtál. Nem csak ez a darab művészet, hanem a lelki állapotom, a személyes ihletem is, hogy ezt a darabot elkészítsem. Az életem a legnagyobb szervezőerő az az érzelem, mivel Samu ennek hiány van, ezért a párbeszédek nem koherensek, aminek megvannak a nehézségei, viszont az előnye is, mert sokkal szabadabban lehet játszani. Az agyam Angliában van, a fejem pedig Magyarországon, a szívem, az érzelmek nyelvén fogjuk a történetet elmondani, nem pedig nyelvtannal. Számomra lenyűgözőek és mérhetetlenül üdítőek a Samunak a szövegei. Nagyon-nagyon sok energiánk arra megy el, hogy a takarásba ne visítsunk hangosan a röhögéstől, mert egyre több rétege bomlik ki a szövegeknek, és egyre viccesebb ez az egész. Például a Menekülés Godó elől című mű első jelenetében csak két srác beszél a színpadon, de olyan a nyelv, olyan fejlett szintje van, de a nyelv olyan fejlett szinten van, hogy szinte egy színésznőnek érzem magam. A szövegek között van egy csomó olyan, amiről azt gondoltam, hogy látok benne valami logikát, hogy értem a logikáját, de hogy valójában nincsen logikája, csak hogy én mögé teszek egy logikát, és az alapján kezdem el működtetni magamban. Le tudom írni csak úgy, hogy egy tipikus színházlátogató talán megértse. Az ilyenek általában szárazak szoktak lenni. Tapasztalatból tudom, hogy a fiatalabb közönség a még korszerűbb megközelítést részesíti előnyben. Tehát látod, hogy művészibbé kell tennem, hogy lebilincseljem a fantáziájukat. Azon gondolkodtam, hogy valószínűleg én a hangzás, a dinamika, a ritmus alapján tanulom meg a szöveget. Aztán otthon elővettem, és megnéztem jobban, és rájöttem, hogy Samu egy zseni. Mindent tud, sőt, még annál is többet. Most íróként tudom, hogy többféleképpen lehet leírni egy színdarabot. Le tudom írni a darabomat, de az emberi figyelem ebben a mai világban már olyan kicsi, hogy úgy érzem, 10 évig írhatnék róla, és még mindig nem tudnám megragadni a jelentését, a lényegét. Az előbbi szöveget 100%-ban egy szövegírásra specializált mesterséges intelligencia indította.